védőnői szolgálat szervezésében a Szilas-ligeti közösségi házba várták a szoptató édesanyákat és gyermekeiket az anyateljes táplálás világnapja alkalmából. A védőnök kis ünnepséget is tartottak, majd Hankóné dr. Rágyel Zsuzsanna gyógyszerész előadása hangzott el. A szakember a szoptatás ideje alatt alkalmazható gyógyszerekről, gyógynövényekről tájékoztatta a kismamákat. Hát maga az anyatej az, hogy az ember szoptathatja a saját gyermekét, szerintem ez egy csoda. Én a teremtés csodájának is nevezném akár, hiszen itt kialakul az első kötődés, és nem csak az első kötődés, de hogy a gyermekeknek a későbbi időre egyrészt érzelmileg, másrészt pedig fizikailag is később segíteni fog ez az időszak azzal a sok tápanyaggal és fontos anyaggal kapcsolatosan, amit a tejen keresztül kapnak. Szóval ezt mindenképpen érdemes kiemelni, és ezért fontos ünnepelni. A világszerte kiváló magyar védőnői szolgálatnak, illetőleg az önök tevékenységének, és meg talán a világnapnak is köszönhetően, ezt már nagyon jól tudják a szülők szerintem itt Magyarországon, Kerepesen, Szilas-ligeten is. Ön mégis arra próbálta most az előadásban fölhívni a figyelmet azokra veszélyekre, vagy inkább talán félelmekre, amelyek a kismamákat fenyegetik szoptatás ideje alatt. Mire fókuszált az előadásában? Van nagyon sok tévhit a gyógyszerszedéssel, vagy akár a gyógynövény fogyasztással kapcsolatosan. Sokszor a természetesről azt hisszük, hogy ártalmatlan, hogyha a gyógynövényeket nézzük. A mesterségesről, ami általában a gyógyszerek, arról meg az, hogy ártalmas. És hát ez mind a kettő tévhit. Az anyatejbe nagyon sok minden átjut, de kis mennyiségben a gyógyszerek közül. És általánosságban arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy bármilyen krónikus vagy akut megbetegedésünk is van, a szakemberekkel, az orvossal, a gyógyszerésszel biztosan találunk olyan gyógyszert, ami a problémánkra éppen jó és használható szoptatása, tehát a gyermeknek nem lesz semmi káros következménye, hogyha szedjük. Előadás után a kismamák megismerkedhettek a Rhyme Time gyermekangol foglalkozással is. Vadai Zsófia játékos keretek között mutatta be, hogyan lehet a gyermekeknek is már idegen nyelvet tanítani. Az eseményre sok anyuka hozta el a kisgyermekét. A szervezőket a babamama foglalkozások újraindításának lehetőségeiről is megkérdeztük. Nagyon-nagyon nehéz volt a családoknak és mindenkinek az elmúlt másfél év. Gyerekeknek is gyakorlatilag maszkos embereket láttak, ha az otthonukból kimentek, és nagyon vágytak már az anyukák is arra, hogy egy kicsit közösségben legyenek, más anyukákkal tapasztalatot cseréljenek, egy kicsit világot lássanak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mai alkalom nagyon jó volt, és sokan vágytak már egy ilyen találkozásra. Igen, milyen időközönként voltak ilyen babamama foglalkozások itt Szilas-ligeten vagy Kerepesen? Szilas-ligeten rendszerességgel volt heti egy alkalommal, minden szerdán délután. Kerepesen is volt időszak, amikor volt babamama klub, de ott egy kicsit kevésbé volt rá kereslet, tehát hogy ott egy idő után megszűnt. Úgy látszik, hogy van igény rá, folytatják akkor? Szeretnénk, hogyha a járvány megengedi, akkor mindenképpen szeretnénk folytatni.